következő műsorszámunk a Revi Folyam Hömpölyök Trop Karádi Kizike gyűjtéséből fordításából készült a következő műsorszám, még kitalált történet és kitalált személyekről szól. A jelenet címe Tojás reggeli a K családnál. Szereplők, hát legyen mondjuk a hölgy Zsó, játsza Bóta Marcsi, és legyen a férfi Sanyi, játsza Gejszer Laci. Szeretném tudni, hogy mennyi ideig főzted. Te mindig 4,5 perces tojást kérsz. Azt tudom. Akkor miért kérdezed? Mert az nem létezik, hogy ez a tojás 4,5 percig főz. Pedig én minden nap 4,5 percig főzöm a tojást. Akkor miért van az, hogy néha túl lágy, néha meg túl kemény? Nem tudom, nem vagyok kutyúk. Akkor honnan tudod, hogy mikor jó? Mert 4,5 perc múlva veszem ki a vízből, te jó Isten! Óra szerint? Vagy hogyan? Érzés szerint. Egy háziasszony érzi azt, hogy mikor lágy a tojás. Érzés szerint? Neked stopper van a fejedben? Igen. Érzésből tudom, hogy mikor lágy a tojás. De ez a tojás kemény. Lehet, hogy az érzéseiddel van valami baj. Micsoda? Még hogy az én érzéseimmel baj van, egész nap állok a konyhában. Mosok, vasalom, takarítok. Bosszankodom a sok gyerekkel. Bosszankodom a tanárokkal. És még te mondod, hogy az én érzéseim nincsenek rendben? Hát igen, a tanári karral bosszankodsz, az rendben van. De ha a tojás érzés szerint főzöd, akkor csak véletlenül fő 4,5 percig. Neked az mindegy, lehet, hogy nem mindegy, hogy véletlenül fő 4,5 percig. A lényeg, hogy a tojást 4,5 percig főzöd. Én csak egy láttojást akartam. És nem egy talán 4,5 perces láttojást. Szóval neked mindegy, hogy én 4,5 percig bürcölök a konyhában? Nem mindegy. Mindegy! Hát pedig ez nem mindegy. Mert egy jól állt tojást 4,5 percig kell főzni. Hát ezt próbálom neked elmagyarázni! Épp az előbb mondtad, hogy neked mindegy, hogy meddig főz. Én csak egy látt tojást akarok. Jaj, Istenem, hogy ezek a férfiak milyen primitívek! Istenem, én ezt a nőt megölöm! Végre egy lájk tudjász!